Tegnap éjfélkor fejeztük be a tárgyalásokat a rezsiköltségeket érintő új európai szabályozásokról. A két fél egyike sem engedett az álláspontjából, továbbra is vannak olyanok, elsősorban a gazdag nyugatiak és a Timmermans vezette bizottsági csapatok, amelyek meg akarják adóztatni a lakásokat és a gépjárműveket, fel akarják emelni az áram és a gáz árát. És vagyunk mi a másik oldalon, elsősorban közép-európaiak, akik nem akarjuk feladni az elért rezsicsökkentés eredményeit. A két fél mérkőzése tegnap döntetlenre végződött. A következő valószínűleg végső összecsapást elhalasztottuk, a decemberi csúcson dől majd el, mi lesz a rezsicsökkentés jövője Magyarországon és Európában.